30%-kal csökkent áprilisban az ukrajnai háború orosz áldozatainak száma az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériuma szerint. Sasha Vakulina, az Euronews tudósítója foglalja össze a front történéseit. Mivel a téli offenzíva nem érte el célját, az orosz erők most az ukrán ellentámadásra összpontosítanak, valószínűsíthetően ez csökkentette a veszteségeket. Az Institute for the Study of War elemzése szerint az orosz erők folytatták a szárazföldi támadásokat Bahmutban és környékén, de nem értek el jelentős területi előnyöket. Miután Oroszország több mint 10 hónapja próbálja teljesen ellenőrzése alá vonni Bahmutot, a Wagner csoport vezetője kijelentette, hogy a város bukása nem változtat a hadműveleti helyzeten a Donyecki régióban. Prigozsin azt állítja, hogy a Wagner feladata az ukrán erők felmorzsolása egy esetleges ellentámadás előtt. Vasárnap az intézet úgy értékelte, hogy az ukrán erők tartós állásokat hoztak létre a keleti Kherson régió egyes területein, de ezek nem hídfőállások. Hétfőn kiadott tisztázó közleményükben azt írják, az intézet nem állítja, hogy az ukrán csapatok hídfőállásokat tudtak kiépíteni a Dnyeper folyó keleti partján. Az intézet ezután közleményt adott ki tudósításai kapcsán. Az Institute for the Study of War mindent megtesz annak érdekében, hogy ne veszélyeztesse az ukrán hadműveleti biztonságot, és ne adjon ki olyan információt, amit az oroszok még ne tudnának. Semmilyen előrejelzést nem készít arról, hogy az ukrán erők a jövőben mit tesznek és mit nem, ahogyan arról sem, hogy hol és mikor teszik ezt. Különösen ügyelünk arra, hogy elkerüljük az olyan kijelentéseket, amelyek előrejelzésként értelmezhetők.